A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Most, hogy így feltettem a karomat így a karfára, hogy érzem, hogy fájna a vállam. Komolyan. Tudsz valami jó módszert esetleg? Én egy orvos tudok, itt van velünk dr. Szegő Péter például, akinek lehet, hogy erre van egy válasz. Van a hipohondriának az a foka, amikor tök mindegy, miről beszélünk az illetőnek, az a baja lesz. Hát azért, mert olvastam róla, és mindjárt megfájdult a vállam. De mit lehet vele tenni? Hipohondernek hívják, ugye? Van, igen, ilyen létezik sajnos, és ez éppen ezért amúgy egyébként, hogyha az ember megszólal, mondjuk plénum előtt, és mond valamit, ami közérthetőnek van számva, akkor nagyon oda kell figyelni, és nagyon vigyázni kell, hogy ne ezzel generáljunk panaszokat, mert ez sokszor sajnos megtörténik akaratlanul is, és tényleg vannak olyanok, akik alapvetően vevőek erre a típusú dologra, és nagyon-nagyon figyelik magukat, és minden egyes rezdülésüket monitorozzák, és előbb-utóbb lesz valami panaszuk, és ha én elmondom... Igen, azt mondom, addig jó, míg nem is tudunk róla, hogy milyen belső szerveink addig vannak. Addig jó, így van, pontosan. Addig nincsen panasz. Igen. Viszont, de ha van, igen, akkor mi a megoldás? Hát ha van panasz, és mondjuk a vállal van panasz, az egy... Hát az lehet egy rétes tészta, egy rettenetes elnyújtott hosszú dolog, mert hogy hát alapvetően ugye a váll az egy nagyon szép ízület, tehát ott azért elég sok minden van együtt, elég különleges az ízületi fej és a vápának a viszonya, a körítése az kifejezetten nagyon sokszínű, tehát ott vannak izmok, vannak szalakok, vannak tömlők, és nagyon-nagyon unikális abból a szempontból a váll, hogy a szervezetnek talán a legmozgékonyabb ízülete. Tehát hogyha meg belegondolunk, hogy milyen olyan ízületünk van még, amit ilyen széles határok között sok irányba lehet mozgatni. Hallgatva, igen. Doktorat, hogy micsoda marketinget kapott. Ugye? Most a ez az előre a hát nem is tudom, hogy én ráhitattam beszélni róla, de akkor pontosan az összetettségéből kifolyólag sok probléma is adódhat. Hát igen, illetve hát ugye lehet probléma ugye a csontos, porcos felszínekkel, az is ugyanúgy el tud kopni egyébként, mint bármelyik másik ízületünk, akár a térdünk, akár a csípőnk, és lehet probléma amúgy egyébként a körítésével is ennek az egésznek, tehát a szalagok is letapadhatnak, a tömlőcskék letapadhatnak és begyulladhatnak, összeállhat az egész. Tekintve, hogy itt az ízületi fejet és a vápát nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a csípő ízületnél, hogy a kettőnek a viszonya azért úgy néz ki, hogy nehéz onnan kirángatni a combcsontnak a fejét. Itt a felkarcsontnak a feje nincs benne. Ez olyan tulajdonképpen, mintha ezt a poharat rátenném ide az asztalra. Tehát van egy tányér, meg azon van egy gömb. És az, hogy ez a kettő együtt maradjon, ahhoz egyébként viszonylag sok mindennek kell klappolnia. Mondjuk megfelelő izomzatnak, amely helyén tartja az ízületet, ugye? És ez nagyon fontos, ugyanis abban az esetben, hogyha mondjuk valakinek elkezd fájni a vállót, viszonylag sokszor látható az, hogy a vállat egyben tartó dolgok nem úgy tartják egyben a vállat, ahogy kéne, tehát a felkart csont és annak a fej az más pozícióba került, tehát egy kicsit kijebb csúszik, följebb csúszik, valamerre elmozdul ebből az optimális helyzetből, és onnantól kezdve már is olyan terhelés van, amit a váll nem tud elviselni, és már is fáj, mert ezeknek a dolgoknak a legnagyobb tünete a fájdalom, meg az, hogy az ember nem tudja mozgatni a vállát. Dilatosan most mindent a civilizációs betegségek kategóriába sorolunk, de valóban lehet egy ilyen, hogy az elkényelmesedés, tehát pont ezt a sok irányú mozgási, ha nem használjuk, nem használjuk ki, ha nem használjuk ki, akkor, de el lehet képzelni. Most, hogyha én megfogom ezt a poharat, és megpróbálom a számhoz emelni és inni belőle, az egy részben a vállal létrehozott mozgás. Nem megy. Ugyanúgy a félsülködés sem megy. Tehát azok a mozgások, amikhez széles vállmozgás, vállmozdításra lesz szükség, az vagy nagyon fájdalmas, vagy kivitelezhetetlen. De a mindennapokban mit jelent az, hogy a sokszínű lehetőséget nem használjuk ki? Tehát, hogy a torna... Turusták vagyunk, és ülünk, és ülünk, és így dolgozunk. Tehát gyakorlatilag ennyi van. Billentyűzettel, és a vállunk az itt van lenn. Mondjuk, hogyha valaki elmegy azután teniszezni, akkor láthatja, hogy amikor abban a pillanatban tényleg ki kell mozdítsa a vállát, abban a pillanatban hát szűkül a mozgásterjedelem. Na most itt több dolog van egyébként, tehát egyrészt, hogyha az állízület meg van kopva, akkor arra mondjuk egy PRP injekció ugyanúgy, mint egyébként a többi dologra, arra alkalmazható nagyon jól. Ehhez a kopás kell, ezt viszonylag könnyű diagnosztizálni, gyakorlatilag röntgennel, illetve a panaszok felvételével ez kiderül, hogy ez a dolog van-e. És akkor valóban egy ilyen injekcióval, még akár egyébként a lágyszöveti fájdalmakat is meg lehet ezzel a dologgal oldani, tekintve, hogy ennek egy gyulladás csökkentő hatása is van, és amúgy egyébként ugye ezt az injekciót először első körben sportsérülésekre találták ki. Na most a válnak a környezetében az előbb elmondottak alapján elég sok minden van, ami mondjuk túlerőltetéstől vagy egyéb dologtól fájdalmasá válhat, ez arra is jó. Na most abban a pillanatban viszont, hogy a váll le van fagyva, és nem mozog, egyébként a betegségnek is ez a neve tulajdonképpen, ez a befagyott váll, abban a pillanatban egy egészen más dolgot kell vele művelni, ezt meg ki kell mozgatni ilyenkor. De hát az már gyógytorna is, hogy masszázs. Fecskendeznek az ember vállába, igen, tehát fájdalomcsillapító. Saját vérlemezkeit vissza.
Tehát ez a térdel kapcsolatban beszéltünk már erről. Igen, tehát erről volt már szó korábban is, tulajdonképpen annyi van, hogy dúsítjuk a vérlemezkéket, és azokat a vérlemezkéket, ezeket célzottan a fájdalmas helyekre, illetve az üzleti ürekbe be tudjuk adni, és az ott egy ilyen regeneráló, illetve fájdalomcsillapító gyulladást csökkent. Hát ez már gyakorlatilag az orvosintézet felvezetésre több gyógymód, vagy többféle üzleti problémára is hallottuk, viszont van egy egészen új dolog, amit nem maradjunk el itt az utolsó percben. Beszéltük azt, hogy ki lehet mozgatni ezeket a befagyott vállakat. Most a kimozgatás az amúgy egyébként ugye gyógytornászod is viszonylag hosszadalmasan szokott történni, de itt ezt a nagy kanyart ezt le lehet vágni esetleg úgy, hogy az illetőnek vagy egy rövid altatásban kimozgatjuk a vállát. Ilyen van. Nagyon fáj, ha nem altatnál az ember ezt a beteget, de... Én arra céloztam, hogy a doktor úr említette az előzetes beszélgetésen, hogy van valami rendkívüli újdonság, amit szeretne. Ezt lehet csinálni, hogyha... Csak ezzel a kezeléssel kapcsolatosan. Így van, tehát hogyha valakinek nem megkopott válla van, hanem befagyott válla van, ami egy teljesen más betegség, akkor valóban nagyon-nagyon hosszadalmas rehabilitációra számíthat az illető, és minden egyes centiméterért meg fog szenvedni, mert rettetesen fájdalmas maga a gyógytorna is. Ezt a nagy kanyart, ezt a nagy szerpentint lehet levágni azzal gyakorlatilag, hogy egy gyors altatásban egy ortopéd sebész, akinek a kezében benne van ez a dolog, mert azért hát kell, hogy ismerje ezt az egészet az, aki csinálja, az fog és kimozgatja ezt az egészet. És onnantól kezdve azok a letapadt dolgok, amik miatt nem mozog a váll, onnantól kezdve azok felszabadulnak, és a mozgás terjedelem is javul, és a fájdalom is csökken. Dr. Szegő Péter, köszönjük. Köszönjük, hogy itt volt ma reggel is velünk. Köszönjük. A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.